A néphagyományok és a gasztronómia jegyében telt el a szombati nap, az első kenesei citeratábor résztvevői, kiegészülve környékbeli és távolabbról érkező művészeti csoportokkal gálaműsort adtak. Színpadra állt a házigazda Pannonia Citera zenekar, de volt zalaegerszegi és mezőtúri együttes is. Az est fénypontja az volt, amikor a tábor összes résztvevője egyszerre lépett fel. Közel 80-an szórakoztatták a közönséget azzal a repertoárral, amit a tábor ideje alatt tanultak meg. Amíg a színpadon egymást váltották a művészeti csoportok, a nyugdíjas klub tagjai folyamatosan sütötték a pogácsákat. A sajtos mellett hagymás, magos, sós sütemény is készült a mobil kemencében. És az még gyönyörűen feljött, de hát még nem jó. Még vissza. Honnan lehet tudni, hogy mikor jó? Hát amikor alul felül gyönyörű, szép piros, nem tudom kivenni, de mindjárt egyet elrontunk és megnézzük. Ez még itt hófehér, tehát nem jó. Mert látszik, hogy ott még nyers a tészta. Igen, teljesen nyers a tésztája, ennek is, úgyhogy most szépen visszarakjuk, és még hagyjuk őket melegedni. Így kemencébe egyszerűbb megcsinálni, mint otthon gázon? Hát igen, mert itt azért 4 tepsi egyszerre megy, otthon meg a gázon max 2, ugye? A légkeveréses. Ha nem, akkor meg csak egy. Akkor csak egy, és akkor lassabban megy, nehezebben megy, de itt szebben fel is hozza a kemence, tehát annak eznek más a hatása. Nem csak pogácsa sült a Széchenyi Parkban, ezt a közel 700 kilós ökröt is itt készítették el. Órákat töltött pácban, majd 7 órát nyárson, és ezt követően a hús még sült egy kicsit forró pácleves olajban is. A finom falatokat a helyiek és az ide, a rendezvényre látogató turisták is megkóstolták. Ilyenkor, amikor ilyen gasztronómiai jellegű program is társul a színpadi rendezvényekhez, akkor az a jellemző, hogy megnyúlik a nap. Tehát nem csak az esti időszakra koncentrálódik a közönség részvitele, hanem már így kora délutántól kezdődően. Egyébként óriási mennyiségű pogácsával készültek a kenesei nagymamák, illetve az óvodánk konyháját is igénybe vettük, segítségül hívtuk, úgyhogy rettenetesen sok pogácsával készültünk. Én azt gondolom, hogy a strandon lévő emberek átjönnek este, akkor minden bizonnyal nagyon-nagyon sokan leszünk. Aki nagyon bátor, az már is itt van a színpad előtt. Gyertek, lányok! A hagyományőrző délutánt és estét követően a könnyed nyáresti bulizásé volt a főszerep. Színpadra lépett Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik és barátai. Majd idén is megválasztották Balatonkenese szépét és udvarhölgyeit. A királynő, aki egy évig viselheti a címet, évek óta a városban tölti a nyarakat. Kisana Cecília vagyok, 19 éves, Budapestről érkeztem, és most jelentkeztem idén a Semmelweis Egyetemre, gyógytornász szeretnék lenni. Egyébként húgom bíztatott, hogy induljak ezen a versenyen, és nem gondoltam volna, hogy megnyerem. És mit csinálsz itt Kenesén? Gyakran jársz erre felé? Minden nyáron, persze. Itt van nyaralunk, a Sóshely lábánál, és egy hónapot mindig itt töltök. Vasárnap este is érdemes volt kilátogatni a kapunyitóra. Helyi és Keneséhez kötődő amatőrbandák szórakoztatták a közönséget. A zárónap sztárvendége pedig a Bikini volt. A magyar rockzene egyik meghatározó együttesének majd 2 órás élő koncertjével búcsúzott a 12. kapunyitó.